róka meg a daru vendégsége. Találkozik a róka a darvas kéritől. Merre jártál, darukoma? Voltam a tónál halászni, halat fogni magamnak. És te, rókakoma, merre jártál? Voltam a faluban vadászni, tyúkászni. Te, darukoma, tudod, mi jutott eszembe az ételről? Mi? Rendezhetnénk vendégséget. Rendben, de kinél? Holnap nálam, azután pedig nálam. Rendben, de nekem hosszú csőrű edénybe ad az étet, mert én a csőrőmmel a tányérban nem tudok enni. Szerzett a roka másnapra egy szép kövér tyúkot, és sütni főzni kezdte, de úgy osztotta, hogy a finom falatok a tányérba kerüljenek, a hosszú csőrű edénybe pedig egy kis rosszta. Átmegy hozzá a roka. Látjám, hogy kinek milyen az étele, de nem szólt semmi. Másnap így szól a daru a rókához. Na, rókakoma, most te jösszed hozzám vendégségbe. Rendben, de nekem tenyérbe add az étet, mert én a szájammal a hosszú csöredényből nem tudok enni. Szerzett a daru egy szép hal, és sütni főzni kezdte, de úgy osztotta, hogy a hosszú csöredénybe kerüljenek a jó falatok, tenyérbe meg egy kis rossz. Átmegy hozzá a róka, és így látjam, kinek milyen az étel, és azt mondta, te, darukoma, hogy lehet, hogy te finom ételt teszél, én meg csak egy kis rosszat? Erre azt felelte a daru. Én csak azt tettem veled, amit te tettél velem, kölcsönkenyér visszajár.